Az is kiderült ma a vádirat ismertetéséből, hogy a vádhatóság szerint egy órával a katasztrófa bekövetkezte előtt már a műszerek jelezték azt, hogy itt nagyon nagy baj lesz, és ezt nem vették komolyan. Bánáti János, az elsőrendű vádlott védője a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez igaz? Engedje meg, mielőtt erre a konkrét tényre válaszolnék és kérdésre, egy kis magyarázatot fűzzek. Nem azért, hogy itt vagyok, mert tényleg örömmel jövök mindig, hanem azért, hogy a sajtó és a elektronikus média egyéb képviselőinek fél kettőkor még azt mondtam, hogy nem nyilatkozom, legalábbis ma, hanem holnap. Az eredeti elképzelés ugyanis az volt, hogy a mai vádismertetés után holnap Bakonyi Zoltán elsőrendű vádlott meghallgatásával folytatódik a tárgyalás, és a perrendben van egy lehetőség, hogy a vádra tett észrevétel keretében én akkor összefoglalhattam volna a rövid lényeget, és ezért fél kettőkor azt kértem a sajtó munkatársaitól, hogy holnapig várjanak, hogy a bíróság ne a sajtóból hallja, hogy mi az álláspontunk. Azonban, amikor visszamentünk a tárgyalóterembe, hogy a 14:30-3 között a bíróság azt közölte, jogszerűen hozzáteszem, hogy megfordítja a sorrendet, és Bakonyi Zoltánt feltehetően csak októberben hallgatja meg. Így csak októberben hát lenne lehetőségem. Így most nyilatkozik. Igen, mert hiszen az egy kicsit hosszú idő lenne. Tehát a konkrét kérdésre azt kell mondanom, és ez még sokszor vissza fog köszönni, egyszerű tévedésről van szó. A tavaszi nyári, van egy ilyen film, nem akarok ennyire a részletekbe menni, ami ugyanez dolgozza föl, itt is arról volt szó, a tavaszi, illetve a nyári és a téli időszámítás eltolódása, egy óra eltolódása miatt az egyik műszer olyan óra időt mutatott, ami nem a tényleges helyzetet mulat. A leghatározottabban. Várjál, ez október 4-e volt, 2010. október 4-e. Igen, még nem volt meg az át. Ennyi történt. Tehát az egyik óra az még... Tehát a műszer, hát nem óra, ez hát az egyik műszernek az időjelzője, tehát a műszer az még nem, a télit mutatott. Így van, nem volt megfelelően átállítva, és ebből ered egyértelműen a leghatározottabban leszögezem, szó nem volt arról, hogy előre lehetett volna, akár egy órával előtte a ridegtörést, ez a szakkifejezés, ami itt bekövetkezett, pillanatokon belül történt, nem volt előtte semmi. Az, amiről szó van, hogy esetleg a szivattyúk nagyobb mennyiségű vizet emeltek ki, az nem volt előjele a tragédiának, amely sajnos tényleg tragédia mindenki számára, elsősorban a károsultaknak. Itt ugye akkor ezt az óra kérdést, hát gondolom, hogy szakértőkkel majd mindenki bizonyítja, hát azt olvasom, hogy több ezer oldalas szakértői vélemények készültek. Amit még az ügyészség mondott, hogy olyan technológiai módosításokat hajtottak végre, amelyekre a cégnek nem volt hatósági engedélye. Ezek például mik? Ugye számtalan mindent hallottunk, hogy megemelték a támfalat, így aztán még több zagy fért a kazettába, ez viszont már maga statikailag a kazetta nem bírta el, tehát erre célozott az ügyészség? Azt, hogy az ügyészség mire célzott ezzel, ugye ő tényeket mondott, én azt szeretném e körben, hogy tulajdonképpen mi vezetett a gátszakadáshoz, mert ez a legfontosabb kérdés, így lenne összefoglalható, és szabadon azt mondanom, hogy a felvezetés még a vádnál is tovább ment. Ugyanis a felvezetésben az hangzott el, mintha a gátszakadás a különböző technológiai szabályok be nem tartása, különböző szabályozási és üzemeltetési hiányosságra lenne vissza. A vád szerint nem. A vádból azt mondanám, amikor összefoglalja, és a vádirat előttem van, de tudom, hogy nincs lehetőség a felolvasásra, 7 pontban összefoglalja, 7-ből 5-be teljesen egyetértünk. Azt mondja, hogy a helykijelölés, tervezés, hatósági engedélyezés, a korabeli hatósági engedélyezés, kivitelezés, és a későbbiekben, évekkel később az úgynevezett résfalnak a megépítési kötelezettsége, ami nem engedte ezt az úgynevezett csurgalékvizet el, a talajba elszivárogni és beszorított. Ebbe az ötbe tökéletes az egyetértés. De ezt írta először résfalnak a megépítését? Ezt hatóság írta elő, abból az okból, hogy a talajba ne kerüljön be ez a víz. Ez önmagában helyes lett volna, csak sajnos kiderült, hogy a rossz helykijelölés miatt, a tervezési hibák miatt olyan talajra építették, ma már tudjuk, és senki nem tudta előre, hogy ez a bizonyos talajtörés bekövetkezett. Ebben az 5 pontban semmilyen köze a vád szerint is, sem Bakonyi Zoltánnak, sem a többi 14 vádlottnak. Azt mondja a vád, kicsit nagyvonalú, hogy ma már nem deríthető föl, földeríthető lett volna, de persze nagyon régen.
Két pontban pedig azt kell mondanom, hogy részben tévedés. Az egyik, amikor azt mondja, a vízmagasság, egyszerűen így fogalmazok, a tárolóban lévő vízmagasság, ott egyrészt vannak számszaki tévedések, másrészt pedig maga a vád is azt mondja, hogy egyébként a határértéken belül volt. Ha pedig a határértéken belül... Hát akkor mi a vád, hogyha határértéken? Hát az, hogy az is sok utólag kiderült, hogyha kevesebb lett volna a víz, akkor persze lehet, hogy nem érte volna el a vörösiszappal együtt Kolontár, de ez nem mulasztás. Na jó, de ki szabja meg, hogy mennyi a határérték? Azt a hatóság, de határértéken belül volt, hangsúlyozom, a vádira úgy fogalmaz, hogy a betöltési szintnél csak 12 cm-rel alacsonyabb, hát akár 1 cm-rel is lehetett volna alacsonyabb. Az már a határérték hát pontosan. Itt nincsen. A másik pedig tulajdonképpen e körül fog azt hiszem a leginkább zajlani a vita, hogy bizonyos olyan megelőzési tervek nem készültek, vagy nem voltak pontosak, amivel, ha nem is lett volna megelőzhető, de mondjak egy példát, azt mondja a vádirat, hogyha mindenre gondoltak volna, tehát, hogy akár így módon gátszakadás, akkor egy újabb védőgátat is talán, és feltételesen fogalmaz, lehetett volna tervezni. De ezt nem a hatóságnak kell előírnia? Hát, pontosan így van. Erre mondjuk mi azt a példát, vagy mondom én, hát azért az épületeket sem úgy építik, hogy akár a 10-es erősségű földrengést kibírjanak. A épületeket az akkori előírásnak megfelelően, amit a hatóság előír építik, nem kellett plusz védőgátat, mert senki nem kellett, hogy gondoljon, hogy eljuthat ez a vörösiszappal vegyes víz adott esetben Kolontára. De hogy azt mondanám, hogy szabadjon úgy mondanom, hogy egy másik közkeletű példával éljek, hogy utólag mindenre lehet azt mondani, hogy megelőzhető lett volna a nagyobb baj. Tipikus példa a vasúti szintbeli kereszteződésekben a tragikus balesetek. Ezek 100-ból 99 elhárítható lenne, ha minden vasúti szintbeli kereszteződés elektromos sorompóval lenne ellátva. Kérdezzük meg a Magyar Állam által fenntartott MÁV-tól, hány százalékban van ilyen sorompó. Sajnos balesetek, tragédiáknak egy részét nem lehet elhárítani. Nincs tehát személyes felelősség, mi ezt határozottan valljuk. Akkor ezt az óra átállítást ezt tisztáztuk, illetve meghallottuk, vagy meghallgathattuk, hogy mi az önök véleménye. A katasztrófa elhárítási terv előírásait, hogy nem hajtották végre, és a dokumentumban megjelölt hatóságokat, külső szervezeteket nem értesítették, ez mi? Ez, tehát, hogy már ömlött a vörösiszap, és ez azt kell mondanom, bár tudom, hogy nem ez a leglényegesebb, hogy a vádlottakat mi az, ami a leginkább bántja, természetesen azon túl, hogy egyáltalán ez a baleset megtörtént. Egy általuk vezetett gyárba bekövetkezett, az, hogy ez a vád egyáltalán megszülethetett. Az a feltételezés, hogy akik az életüket adták ezért a gyárért, és a sok hatás után is, amint ebből eszméltek, mindent elkövettek, hogy a gyáron belüli feladatokat ellássák, a folyamatot leállítsák, a technológiai folyamatot, amihez értenek, valóban megelőzve a nagyobb bajt, utólag azt ráncigálja elő az ügyészség, például, hogy kinek nem telefonáltak, miközben egyébként már mindenki mindent tudott. Na jó, hát de hát ilyet nem talál ki magától az ügyészség. Na nem, 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 meghalt, nem azt mondom. Meghalt 8 ember, több mint 200 megsérült. Azt nem mondom, hogy kitalálja, hogy nem telefonáltak, mert az tényszerű, hogy a vádlottak közül ki hova telefonált. Itt csak az, hogy ebből semmi nem következett, mert a katasztrófa védelem, a hozzátartozó tűzoltóság, rendőrség, azt kell mondanom, a vádlottak nagy része előtt előbb értesült arról, hogy mi történt, mert akik észlelték a kiömlő iszapot, már rég riasztották a tűzoltóságot és a rendőrséget. Én például azért azt mondom, hogy jobb lett volna, ha Bakonyi urat hallgatják meg előbb, mert egy prezentációval készülünk, ahol be lehetett volna mutatni a gyárnak a területét, hogy egyáltalán hozzá, mint vezérigazgatóhoz, mikor jutott el a tragédia híre, mikor győződött meg róla, mikor már mindenről mindenki tudott, tehát nem volt hova telefonálni. Azt tette, ami elvárható volt, a gyári folyamatokat leállította, arról az apróságról nem beszélve, hogy körülbelül 2-3-tól ő már úgy fogalmaznék, hogy rendőri őrizet alatt állt, nem engedték egyszerűen fizikailag tovább. Tehát a szándékos bűncselekménnyel való meggyanúsítás, az ki kell mondanom, hogy minden ténybeli alapot nélkülöz, azt a jogi finomságról nem beszélve, hogy adós az ügyészség azzal, hogy ez a mulasztás milyen okozati összefüggésben van úgymond a nagyobb kárral,
semmilyen okozati összefüggés nincs. Mikor lesz a folytatás? A folytatás holnap, tehát a tárgyalási folyamat az van, csak nem Bakonyi Zoltán meghallgatásával, az várhatóan csak októberben lesz. Minden hónapban 5 napot tárgyal a bíróság. Figyelni fogunk rá. Köszönöm szépen, hogy itt volt.